A víz az élet bölcsője. Közhelyszerű megállapítás, de igaz. Az élő szervezeteknek kivétel nélkül vízre van szükségük létük fenntartásához, és testük jelentős százaléka is vízből áll. Egyes élőlények kizárólag bizonyos víztípusokban képesek életük teljes vagy egyes szakaszaiban élni, ezek hiányában eltűnnek a területről. Hegy- és dombvidéki kisvizeink mostoha gyermekként szerepelnek a hazai természetvédelemben, holott jelentőségük kimagasló. Filmünk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság KEHOP keretből megvalósuló élőhelyfejlesztő projektjéről szól, melynek célja a Mátra, Kelet-Cserhát és Ipolyvölgy vizes élőhely hálózatának fejlesztése, rekonstrukciója, aktív védelme. A fejlesztések elsősorban közösségi jelentőségű élőhelyek és élőlények, egyes rovarok, halak, kétéltűek, hüllők védelmi helyzetének javítását szolgálják. A Mátra-hegység köszönhetően vulkáni eredetének felszíni vizekben aránylag gazdag, természetes kisvizekben mégis szegény, mert az intenzív területhasználat ezek nagy részét megszüntette. Az élővilág viszont sikerrel birtokba veszi az egykor más céllal létrehozott mesterséges élőhelyeket, így a Parád község határában lévő úgynevezett pisztrángos tavat. A 60-as évektől a 90-es évekig a Mátra legnagyobb alpesi gőte populációját tartotta el. Ezt az egykor kristálytiszta hegyi tavat egykor haltenyésztés céljára hozták létre. E funkciója megszűnte után kiváló élőhely lett belőle. Gyepi békák, barna varangyok, szalamandrák, alpesi és pettyesgőték szaporodó helye lett. A pisztrángos tó az egy mesterségesen kialakított élőhely, és mint ilyen, hát nyilván az idő múlásával öregszik, feliszaporodott. Megnőttek környezetében az égerek, nagyobb a lombhullás aránya, úgyhogy a beérkező vizek hozták a hordalékot, és látványos volt az utóbbi években, hogy nem annyira kedvez már az alpesi gőtének. Tavasszal megelevenednek kisvizeink, békák, gőték, szalamandrák gondoskodnak bennük utódaikról, nagy örömére a természetet kedvelő embernek. A kétéltűek nem tartoznak népszerű állataink közé. Különösen a mirigyekben gazdag bőrű varangyokat, szalamandrákat tartják egyesek visszataszítónak, pedig nem azok. A Mátra legjelentősebbnek tartott kétéltűje az alpesi gőte. Közepes méretű gőtefaj, nagysága 70-120 mm. Narancsvörös hasoldala és kékes szürke teste egyértelműen megkülönbözteti a többi hazai gőtétől. A nászruhás hím alacsony háttarajt növeszt, mely megszakítás nélkül fut a farok végéig. A nőstény kevésbé dekoratív, kissé nagyobb testű. Gyakran egy élőhelyen fordul elő a valamivel kisebb, egykor mindenütt gyakori pettyesgőtével. A nászruhás hím pettyesgőtét, magas hát és faroktaraja, foltjai egyértelműen megkülönböztetik alpesi rokonától. A nőstény pettyest leginkább a tűzpiros hasoldali szín hiánya teszi egyértelművé. A petékkel teli ivarzó alpesi gőte nőstények körül izgatott nászruhás hímek gyülekeznek, és farkuk jellegzetes mozgatásával hívják fel a nőstény figyelmét lerakott szaporító anyagukra, melyet az a kloákájába szippant. 12-15 nap múltán kocsonyás anyagba ágyazott petéket kezd el lerakni vízi növényekre, vagy azok híján az alzat egyéb elemeire, kövekre, falevelekre. A szülők feladata ezzel véget ér. A kis lárvák a víz hőmérsékletétől függően 12-20 nap alatt kikelnek. A frissen kelt miniatűr lárvák 7-8 mm nagyságúak, parányi vízi szervezetekkel táplálkoznak. Később egyre falánkabbá válnak, és minden élő zsákmányt begyűrnek, ami lefér a nyelőcsövükön. A
Az élő világ átmentését követően az iszap eltávolításával, iszapfogógátakkal, átereszekkel biztosítjuk a Pisztrángos tó ideális állapotát. A különös körültekintéssel végzett munka során figyelemmel kell lenni az iszap elhelyezésére, hogy a kotrás ne sértse meg a vízzáró réteget, és a tápláló vízforrás akadálytalanul jusson el a tóig. Még egy másik probléma is volt, ez pedig az, hogy a jószándékú kirándulók, családos kirándulók, gyerekek, hogy a kivezető csövet gyakran elgátolták azért, hogy milyen jó egy kis bunkert építeni, milyen jó egy kicsi kis gátat építeni, és akkor megemelték a Pisztrángosban ezáltal a vízszintet. Nem sokat, elég egy 10-15 cm-es vízszint növekedés a tavaszi időszakban, amikor is mondjuk az alpesi gőtének a szaporodási időszaka van, csekély partmenti növényzetre petéznek, majd pedig egy pár nappal később egy másik kiránduló csapat, jaj de szép, engedjük le ezt a vizet, milyen klassz, és már is szárazra kerülnek a peték és elpusztulnak. Szóval ez egy olyan komoly probléma az utóbbi években, hogy valamit tenni kell ez ellen, és éppen ezért a kotrás után a vízszintet mi fogjuk tudni szabályozni, ugyanis beépítésre kerül egy műtárgy. A klasszikus értelemben vett Pisztrángos tó melletti Égeresnél a vízszint biztonságos szabályozása ugyanezzel a módszerrel történt meg. Reményeink szerint a megújult Pisztrángos tó és Égeres több száz alpesi gőtelárva bölcsődéje és óvodája, s mellette pettyes gőték, szalamandrák, gyepi és más békafajok, egyéb vízi szervezetek fontos élőhelye lesz. Nagyjából 3 hónap elteltével az alpesi gőtelárvák külső kopoltyúi felszívódnak, és a kis állat megkezdi rejtélyes szárazföldi életét. Ekkor megérésére sajnos hazai viszonylatban csak kevés állatnak van esélye. Hegyvidékeinken ugyanis az utóbbi évtizedekben a szaporodó helyek többsége az erdészeti feltáró utak pocsolyáiban van, ahol a több hónapig tartó felnevelkedés esélye minimális. A természetes viszonyok között az erdei élőhelyeken nagyon sok vízes élőhely rendelkezésre. Kis dagonyák, forráslápok, vaddisznó által kifürdött kis lukacskák, vagy természetes vízfolyásoknak lefűződő, meglassuló részei, tehát nagyon sok vízes élőhely van. A gazdálkodást ez teljesen átszabta, az óriási mértékű erdészeti feltáró úthálózat átalakította a tájat. Ezeknek az úthálózatoknak nagyon komoly szárító hatása van, tehát az erdő talaját szárítják. Ugyanakkor az utaknak a belső rézsűjén általában található egy árok, ami vezeti a vizet. És ezekben az árkokban, illetve az úttesten is, melyet a nagy tömegű gépek járnak át, esők után megáll a víz, kis pocsolyák keletkeznek. Épp összetömöríti a talajt, kis kátyúk keletkeznek, és ezekben megáll a víz. És nagyon sok faj számára, például az alpesi gőtének, sárgahasúnkának itt nálunk, kitűnő élőhelyei ezek. No de, éppen magában rejtik ezt a veszélyt is, hogy közlekedés során sérülnek ezek az állatok, tönkre mennek. Ezek pont azért, mivel sekélyek, jelen viszonyok között, megváltozott klímánknál, a nyári időszakban sajnos kiszáradnak. Óriási probléma. A mai kor egyik új betegsége a kitridiomikózis, amely ezekben a pocsolyákban megjelenve és a közlekedő járművek által egyikből a másikba nagyon gyorsan terjedhet tovább. Azok az állatok, amelyek egy tavaszi bővíz esetén egy ilyen élőhelyben petéznek, majd pedig a nyár folyán már ezek kiszáradhatnak, gyakorlatilag ez egy ökológiai csapdát jelent, ezek az élőhelyek nem tökéletesek. Abban az esetben, hogyha folyamatosan lenne nyári csapadék utánpótlás, ez nem lenne akkor a probléma, de sajnos nem ezt a világot éljük. Ezért nekünk az a dolgunk, hogy valamelyes megoldást találjunk erre. Kisvizes élőhelyeket létesítettünk, általában a dózerutak mellett, azoknak a vizét, illetve az árkok vizét lecsapolván, összegyűjtvén alkalmas élőhelyeket próbáltunk teremteni az állatoknak, hogy túlvészelhessék ezeket az időszakokat. Az alpesi gőte mellette mesterséges kisvizek fontos célfaja a sárgahasú unka. Ez a két éltű hazánkban ritka, csupán néhány hegyvidékünkön előforduló védett faj. Életének nagy részét vízben tölti, sokszor egy élőhelyen az alpesi gőtével. Nem szereti a mély vizeket, pocsolyákban, kis tavakban, parkközeli régiókban él és szaporodik. Petéit egyesével vagy kisebb csomókban rakja le, ágakra, növényekre ragasztva. Veszélyeztetettsége a vizek állapotától függ. Az ebihal viszonylag nagy termetű, nyár közepére alakul át. A kiszáradás jelentős veszélyt jelent rájuk. Ritkán e fajnál is megtalálható a vöröshasú rokonára jellemző zöldhátú változat.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság együttműködve az erdőgazdaságokkal és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel már a múltban is foglalkozott a feltáró utak problémáinak megoldásával, de ilyen nagyságrendű beavatkozás még nem történt. A projekt során a Mátrában mintegy 189 kisebb-nagyobb mesterséges élőhely kialakítása történt meg, figyelemmel kísérésük, monitorozásuk, karbantartásuk a jövőben a természetvédelmi kezelés fontos feladata lesz. A Gyöngyösi Sárhegy természetvédelmi terület legjelentősebb vizes élőhely komplexuma a természetes mélyedésben keletkezett, lefolyástalan Szent Anna tó. A száraz xeroterm környezetben lévő tó rokonságot mutat az alföldi mocsarakkal. A vízhez kötődő élővilág számos eleme megtalálható itt, az alsóbbrendű szervezetektől a madarakig, emlősökig. Nagyon nagy rokonságot mutat az alföldi vízállásokkal ez a tó, tehát a növényzetében is egy viszonylag gazdag alföldi mocsári növényzet jellemző rá, harmatkásás, gyékényes, nádas, mocsári kutyateljes szegélyekkel, sőt, az alföldi kiszálladó vizekre jellemző módon itt is olyan hínár növényzet, például a buglyos boglárka, vagy éppen a kiszálladó iszap felszíneken a pocsolya, a látonya, ez mind-mind ezeket a rokonságokat mutatja, és az állatvilágában is ugyanez megvan. A két éltőek jelentőségét hangsúlyoztam, a vöröshasú unka egyik nagyon fontos szaporodóhelye itt fönn nálunk, illetve hát idáig fölmászik a Dunai tarajosgőte, egy elég erős populációval bír. Petyesgőte is él a tóban, kecskebéka, barnavarangy, számos kétéltű szaporodóhelye, sőt meg kell említeni nyilván a kockássiklót, vízisiklót és hát a mocsári teknőst is, amely a területen él. Szóval olyan gazdag ez a fauna ezen az egyébként a tágabb környezetében kifejezetten száraz szeroterm élőhelyen, ami rendkívül fontos, hogy megőrizzük. Az utóbbi évtizedek klimatikus változásai és a 70-es években a szőlőművelés megsegítésére létesített műtárgyak a tóvíz megtartását bizonytalanná tették. Gyakorlatilag, amikor magas vízállás van, sok csapadék, akkor ezt a vizet nem tudja a tó visszatartani önmagának a száraz periódusokra, hanem a rossz minőségű gáton átszivárog. A feltárásosan az derült ki, hogy a tó melletti töltés az átereszti a vizet, és ezért a mentett oldalon egy injektáló réteget nagy nyomással juttatnak be a talajba, ami meggátolja, hogy a tó vize elszökjön a gátnak a teste alatt. A vizekben bővelkedő mátra forrásai néhány esetben a talajt kisebb-nagyobb területen átáztatva jelennek meg, és forráslápokat, forrásgyepeket alakíthatnak ki. A növényzet alatt csörgedező vagy a talajban szivárgó vizek süppedékeny, jelentős víztöblettel rendelkező, a környezetnél hűvösebb mikroklímájú területek, melyeknek növényzete és faunája a magas hegységekre jellemző fajokat is tartalmaz. Ez az élőhely típus különös védelmet élvez, melyben kiemelkedik a vízellátás biztosítása közvetett és közvetlen eszközökkel. A befoglaló erdőállomány védelmével, a vízfolyások elvezetésének megakadályozásával és az életközösségeket közvetlenül veszélyeztető túltartott nagyvadállomány hatásának csökkentésével. Projektünk fontos eleme néhány ilyen élőhely körülkerítése a nagyvad kizárása céljából. Milyen fajok kötődnek ezekhez az élőhelyekhez? Részben olyan növényfajok, amelyek nálunk montánabb vagy magashegyibb régiókban is jellemzőek. Ezen a termőhelyen is és máshol is találkozhatunk ritkább páfrányfajokkal. Például a hegyvidéki völgycsillag, pőzekpáfrány, a forráslápokra jellemző keserű kakuktorma vagy az aranyveselke, ezekben mindenhol megjelenik. Ezeket a vöröskönyv fokozott védelemre érdemes társulásként tartja nyilván, tehát ezek mind rendkívül fontosak, és hát ezekhez a vizes élőhelyekhez kötődő részben rovarfajok, mint amelyek a forrás szintánál jellemző, magyar nevet nem tudok mondani, de a Diura bicaudata, ez egy álkérészfaj, amely a Mátra magasabb régióiban kifejezetten a forrásokhoz közeli kisvizeknél jellemző, vagy például a fekete-hegyi szitakötő, Cordulogaster bidentata, amely ezeknek a
lassú folyású, illetve forráslápi élőhelyeknek az egyik karakterisztikus faja. Teljesen jellegzetes élőhelyén vagyunk, hegyvidéki kis vízfolyás, egy olyan kis vízfolyás, ahol látszik, hogy nem hömpölyög a víz, hanem a kövek között iszapos felszínek, félig meddig majd, hogy nem ilyen kiszáradó, kisé nedves felszíneket találunk. Ez egy alapvetően hegyvidéki faj, egy alapvetően magas hegyvidéki faj, fekete hegyi szitakötő, ahogy a neve is mutatja. Magyarországon fokozottan védett. A hegyi szitakötők szaporodó helyeinek a felkutatása rendkívül nehéz feladat. Az imágók nagyobb távolságokra is képesek elrepülni, ezért ha egy imágót látunk egy területen, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő ott szaporodik is, lehet, hogy csak egy kóborló egyedről van szó. Viszont ha a lárvákat megtaláljuk a forráslápokban, akkor már teljesen biztosak lehetünk abban, hogy az bizony a szaporodó helye ennek a ritka fajnak. Itt ebben a részben sikerült is megtalálnunk egy szép nagy lárvát. Ez már körülbelül 3-4 centis példány. Azt kell tudni róluk, hogy ők több évig fejlődnek lárva állapotban, a forráslápokban, ezért többféle méretű példányt találhatunk. Ez a példány is elég nagy, valószínűleg ő a jövő évben már át fog alakulni, és imágó példánnyá fog válni. Nagyon különleges, hogy egy szitakötő lárva gyakorlatilag az nem is a tiszta vízben, hanem az iszapban fejlődik. Még akár azt is képes átvészelni, hogyha ez a forrásláp időnként kiszárad. Ezeket a vizeket is a kiszáradás fenyegeti, illetve leginkább ezeken a helyeken fordul elő, hogy a túltartott nagyvad létszám miatt dagonyák keletkeznek. Abban, ahol az állatok fürdenek, nyilvánvalóan vaddisznó táplálkozás során el is fogyasztja ezeket az állatokat, mint mindent egyébként. A fatövéből a szarvasbogárlárvát, a forráslábból a gőteit, az egyéb lárvákat, vagy akár a kódulogaszter lárvát is. Szóval ilyen szempontból rendkívül fontos, hogy ezeket az érzékeny hegyvidéki kisvízfolyásokat megóvjuk. Éppen ezért a kisvizek védelme érdekében tervezett projektünk kerete során három ilyen forrásláposz élőhelyet be fogunk keríteni, ezzel a nagyvad kizárását fogjuk megtenni, és természetesen nyomon fogjuk követni az élőhelyben történő változásokat, és vizsgáljuk a faj állományát az adott vízterekben. Projektünk fajsúlyos része a Nógrádi Természetvédelmi Tájegység vizes élőhelyeinek fejlesztése, állapotuk javítása. A Cserhátban már nagyon kevés természetközeli állapotú patak maradt, egyik ezek közül a Garábi patak. A Garábi patakon épült fenéklépcsőnél állok. Ez a műtárgy, ez megakadályozza a patak hosszirányú átjárhatóságát, azaz azt, hogy az élőlények mindkét irányban tudjanak közlekedni a vízben. A projekt részeként ezt a fenéklépcsőt át fogjuk alakítani úgynevezett surrantóvá, ami ugyanazt a műtárgy funkciót be fogja tölteni, mint ez, a víz energiájának a megtörését. Ugyanakkor fölfelé is tudnak rajta közlekedni, itt a Garábi patak esetén a kövicsík és a folyamirák, amelyek a célfajok. Hasonló beavatkozásokat tervezünk Ecsegen, a Zsunyi patakon és a Cserkúti patakon. Ott szintén fenéklépcsők lesznek megszüntetve, és azokon a patakokon a vágócsík és a szivárványos ökle azok a közösségi jelentőségű halfajok, amelyeknek a védelme érdekében ezeket a beavatkozásokat megtesszük. A Cserhát felszíni vizekben szegény, ezért a kétéltűek szaporodási lehetőségei erősen behatároltak. Ezen segít a projekt során megvalósuló 15 mesterséges vizes élőhely. Ezek ilyen 100-350 négyzetméter körüli kis tavak lesznek, amelyekből egyet már itt láthatunk, egy frissen elkészültet. Nagyon fontos kritériumok ezeknél a tavaknál, hogy amellett, hogy legyen bennük víz, amellett megfelelően lankás rézsűjük legyen, ne legyenek árnyékolt helyen,
lehetőleg éveken belül betelepedjen beléjük a növényzet, illetve hogy halmentesek legyenek. Ezek a kis tavak elsősorban a talajvízre, mint bázisra készültek el, tehát nem a felszínen összefolyó, összegyűlő gyűlővizek, hanem a talajvíz adnak majd nekik vízutánpótlást. Az nem gond egyáltalán, ha időszakosan a legnagyobb szárazságok idején kiszáradnak, hiszen ezeknek a megcélzott kétéltű fajoknak a természetes szaporodó helyeik is ilyenek. Természetes körülmények közt például ez biztosítja azt, hogy ne telepedjenek meg halak ezekben a tavakban. Ezeknek a tavaknak egy részében elsősorban a gyakoribb kétéltű fajok előfordulására számíthatunk. Itt a Cserhádban ezek az erdei béka, a barna varangy, a pettyes gőte. A projekt két kiemelt célfaja a vöröshasú unka és a dunai tarajos gőte. A vöröshasú unka egy hatalmas elterjedési területű faj, Közép- és Észak-Európától egészen Ázsiáig elterjed. Viszont az Európai Unión belül, itt nálunk az unió keleti részein közösségi szempontból nagyon jelentős állományai élnek, és annak ellenére, hogy ő egy igen elterjedt faj, ő is egy meglehetősen érzékeny kétéltűnek számít, tehát nem akármilyen élőhelyeken tud szaporodni. Neki is kifejezetten sekély vizek, ahol nem élnek halak, növényzetben dús vizek szükségesek a szaporodásához. Elsősorban ő is síkvidékeken él, de hazánk legmagasabb tájain is előfordul, ahol ugye ő hibridizálódik a sárga hasú unkával, ami egy hegyvidéki jellegű faj. A dunai tarajos gőte a tarajos gőte fajcsoport egyik legkisebb elterjedési területű faja. Tulajdonképpen a Bécsi medencétől és Csehország keleti részétől a Duna meg a Dnyeszter folyók torkolatáig terjed el a ma ismert elterjedési területe, és a világállomány jelentős része a jelenlegi ismeretek szerint Magyarországon él. Tehát ennek az európai közösségi jelentőségű fajnak a megőrzésében jelentős szerepe van hazánknak, ezért ahol előfordulott a természetvédelmi szervezetek energiát kell, hogy fordítsanak a faj fenntartására. Ez a faj elsősorban síkvidéki, de ismertek hegyvidéki előfordulásai is. A világon ismert jelenlegi legmagasabb előfordulása 580 méteren a Mátrában található. Sekély növényzetben dús, halmentes vizeket keresi föl szaporodásra ez a faj. Ugye úgy, mint a többi gőte, ő is vízben található, vagy vízi növények, vagy a partról belógó növények leveleit göngyöli be, ide rejti el petéit, és aztán általában egy idő után, de legalábbis néhány hónapon belül elhagyják a felnőtt állatok a vizet, és szárazföldi életmódra térnek át. A természetszerű vizes élőhelyek eltűnése földünk egész területét érintő globális probléma. Bízunk benne, hogy projektünkkel kicsi, de fontos lépést tettünk az élet bölcsőjét veszélyeztető gondok megszüntetése érdekében.